Elkészült a Jászberényi vasútállomás környezetének rendbetétele, illetve a Vaspálya utca teljes felújítása. A műszaki átadás-átvétel folyamata május 31-én indult. A hivatalos eljárás kezdetére a polgármesteri hivatal, a műszaki ellenőr, illetve a kivitelező képviselői mellett a sajtómunkatársai is meghívást kaptak. Ennek a folyamatnak része, hogy az esetleges feltárt problémákat, kisebb-nagyobb zökkenőket észrevegyük, kijavítsuk. Tehát ez a bejárás most arról szól, hogy megnézzük, hogy hogyan is készült el, és ha van bármilyen probléma, akkor azt jelezzük a kivitelező felé. És innentől kezdve 30 napja van arra a cégnek, hogy ezeket kijavítsa, rendbe tegye. Az átadás átvétel folyamata ezt követően zárul. Egy igazán színvonalas és egy nagyon régóta várt beruházás érhet véget, és adhatjuk át a forgalomnak tényleg most már végérményesen ezt a területet. A korábban 650 millió forinttal, majd további mintegy 62 millió forintos megyei kiegészítéssel támogatott iparterületek infrastruktúrális fejlesztése program első ütemében korábban a Fémnyomóút állatkert környezetében található infrastruktúrális és közösségi fejlesztések, majd a második ütemben a most elkészült Vaspálya utca és környezetének felújítását végezték el. Rengeteg lépést tettünk odáig, hogy ez a beruházás megvalósulhatott. Nagyon sok gondolkodást, egyeztetés és áttervezést igényelt. Közel 400 millió forintról beszélünk egyébként, és azt gondolom, hogy ha ezt sikeresen lezárjuk, akkor bátran vághatunk bele a következő előttünk álló feladatokba, amiről már többször beszéltem, itt belterületi utak fejlesztésén gondolkozunk, belvárosban ingatlanok felújításán gondolkozunk, és bízunk benne, hogy a MÁV is partner lesz abban, hogy az ingatlan is megújulhasson. A fejlesztés részeként a járdával, zöld felülettel és kocsibejárókkal együtt megújult a Vaspálya utca. Új parkolók, kerékpártárolók készültek a vasútállomás előtt, illetve napelemes kandelábereket telepítettek. A polgármester hozzátette, ismét jelezték a MÁV illetékesei felé, hogy a vasútállomás felújítása szükségessé vált. A Rákóczi út egy szakaszát szintén a járdával együtt felújították a program részeként. Zajlanak a tárgyalások a Magyar Közút képviselőivel, hogy az út teljes megújítása a közeljövőben megkezdődhessen, de a felújítás indításának dátuma egyelőre kérdés. A beruházás lezárása kapcsán a térség országgyűlési képviselője nehezményezte, hogy sem ő, sem a megyei közgyűlés képviselője nem kapott arra meghívást. Szívből gratulálok a jászberényeknek, hogy ez a városrész is megújult. Amint azt tudható, az előző városvezetés kezdte el ezt a projektet. Annak idején Szabó Tamással komoly lobby erő kellett ahhoz, hogy megyei közgyűléstől kezdve az irányító hatóságig végigjárjuk, hogy Jászberény ezt a támogatást megkapja, mert rá van szorulva. Amint arra emlékezhetünk, Budai Lóránt polgármester és Balogh Béla alpolgármester úr a megyei közgyűlés elnökével annak idején azt kérte tőlünk, tőlem, hogy járjuk be a folyamatban lévő projekteket 2019-ben. Mint mondta, ezért is várta volna, hogy meghívják. Sajnálatosnak tartom, hogy úgy, mint a buszpályaudvarnál, úgy, mint a piactérnél, most a Vaspályaút átadásra, amellett, hogy mindent megtettünk, hangsúlyozom a többletforrás támogatást is végig tartottuk, se a megyei közgyűlés alelnöke, se én nem kaptunk meghívót, hogy ott a helyszínen személyesen tudjunk gratulálni a jászberényeknek. Hasonlóképp sérelmezte a meghívás az értesítés hiányát a jászberényi Fidesz frakció. Szerda reggel sajtótájékoztatón jelezték mindezt, hozzátéve, hogy hasonló tapasztalatok már korábban is volt felújított épületek, létesítmények átadásakor. Döbbenettel vettük tudomásul, hogy sem meghívót nem kaptunk, sem egyáltalán értesítést. Még a mi részünkről is, még ezt tudjuk a viszonyok miatt, de hogy Pócsános országgyűlési képviselő és a megyei közgyűlésnek a képviselői nem voltak arra képesek, városvezetés, hogy a résztvevőket, vagy legalább akik segítették a pályázatot, meg hát ugye mi nyertük meg ugye az előző ciklusban, ez egyértelmű, tehát legalább a résztvevőket hívták volna meg, de ezt, hogy mondjam, természetesnek vesszük tőlük, de igazából nem tudjuk elfogadni. A felújítás elkészültét összességében pozitívan értékelték, és köszönetüket fejezték ki minden abban közreműködőnek. Rendszeresen azt látjuk, hogy semmiféle egyeztetés, semmiféle együttműködési szándék, semmiféle
partneri viszony, kapcsolat, szándéka nincs a mostani városvezetés, és azért mégiscsak a testületi többséget adó, relatív többséget adó Fidesz frakció között, de még az országgyűlési képviselő között is, ugye látjuk az irányába megnyilvánuló jelenségeket. Hozzátette, szerint az együttműködésre való hajlandóság hiánya nem csak ebben az esetben, hanem a képviselőtestületi munkában is tetten érhető. Ez utóbbira volt példa a 2021-es költségvetési zárszámadás elfogadásának meghiúsulása. Mindez komoly működési problémákhoz is vezethet. Ezek után csak azt tudom mondani, amit már többször elmondtunk, a polgármester vonja le a konzekvenciákat, vagy változtasson egyértelműen stílust ebben a kérdésben, figyelembe véve akár a pár hónappal ezelőtt, vagy igen, két hónappal ezelőtti választások országos hangulatra vonatkozó, de a városi hangulatra vonatkozó információit is, vagy pedig mondjon le. A tájékoztatón szintén az együttműködés hiányának példájaként emelte ki Szatmár Janikó a Malom Központ támogatás visszafizetésének ügyét, később Bohárné Bató Rozália pedig, miközben elismerően szólt az elkészült fejlesztésről, jelezte, hogy a Vaspály utcához csatlakozó bekötőutak felújítására is gondot kell fordítani. A frakció tájékoztatóján felvetettekre reagálva Budai Lóránt polgármester szerkesztőségünknek elmondta, azért nem kaptak meghívást a Fidesz helyi képviselői, a megyei közgyűlés tagja, illetve az országgyűlési képviselő, mert a keddi bejárás nem az átadó ünnepség volt. Az a műszaki átadás lezárása után várhatóan egy hónap múlva lesz. Mindezek mellett jelezte, ahogy eddig sem állt szándékában, ezután sem mond le.